Szia, anya! Mikor esz te a parkba? Mi? Tessék! Már megint az öcsémmel foglalkozol? Nem hiszem el, az anyukám mindig az öcsémmel foglalkozik helyettem. Mit tegyek? Szerintem beszélj egy pszichológussal. Önt ajánlottál. Tudja, a kis öcsémmel van bajom. Az anyukám mindig vele foglalkozik, és velem nem. Kérhetek időpontot? Igen, persze. Tudom fogadni, de 2 év múlva, mert Hawaiion vagyok. Sajnálom. Remélem megoldódik. Állj ki a napra 2 órára, és meglátod, hogy csak veled fognak foglalkozni. Ott van, Ó, biztosak játszik. Fertőzd meg az öcsédet, és majd meglátod, hogy ő megy a nagyihoz. Jaj, Marcikám, beteg vagy, mi történt veled? Maja, csomagolj, mész a nagyihoz! Szerintem törődj vele, és jetsz az öcséddel. Na jó, végül is az öcsém.